Sziasztok! Áhoztam nektek egy új alkatrészt, ami egy kicsit bonyolultabb, mint az a tengely az előző videóból. Hozzunk létre egy sketchet. Elején megrajzoljuk a négyzetét, az alapját az alkatrésznek. Igazítsuk kényszerekkel a középpontba, utána méretezzük be 80-as méretre. Négyzetet fogunk kapni. Ezt húzzuk ki 15 mm vastagra az extrúddal. Ezekkel a pontokkal meg fogjuk adni a körívnek a sarkát, ami lényegében az alkatrésznek a középső része lesz. Ezek 5-5 távolságra vannak a két oldaltól. Rajzoljunk le egy kört, ez lesz a körív. Ez egy 140-es átmérőjű, mert ugye 70-es rádiuszú az ív. Ezt igazítsuk a pontokhoz. Középre rakjunk le egy vonalat, amit jelöljünk ki tengelyvonalnak, hogy aztán a mirror funkcióval le tudjuk tükrözni arra a tengelyre, és akkor így nem kell lemásolnunk, és ugyanazt megcsinálni, amit már egyszer megcsináltunk. Sokkal egyszerűbb. Húzzuk be a maradék 2 vonalat. Azután töröljük a nem odaillő köríveket, egyeneseket. Ezzel ki is alakult az alakunk. Hozzunk létre függőlegesen is egy tengelyvonalat. A következő pontunk az, hogy berajzoljuk a hornyot. És nem hornyot, zsebet, bocsánat. Ezt az iménti módon tudjátok megadni. Ezt is ugyanúgy, mint az előbbi módon, le fogjuk tükrözni, hogy ne kelljen kétszer megszerkeszteni. És ezzel kész is a sketch. Extrúddal ki fogjuk húzni. A zsebek pedig 3 mm-esek. A measure funkcióval megmértem nektek, hogy megmutassam. Elhelyezünk egy segédsíkot függőlegesen. Erre a segédsíkra fogunk sketchet szerkeszteni. Ezt úgy tudjátok elérni, hogy a sketchet rámentek és a segédsíkra kattintotok. Megrajzoljuk megint csak a felső részét az alkatrésznek 2D-ben, és majd a revolve eszközzel fogjuk kihúzni, kitölteni. Már előre be kell méretezni. Másik fajta módon mutatom meg a körnek az elhelyezését, így is lehet. Eltüntetjük azt, amire nincsen szükségünk. És zárjuk össze a vonalakat, különben nem lesz jó. Nem fogja rendesen kitölteni.
Azzal is megvolnánk. Eltüntetjük, hogy ne zavarjon minket továbbiakban. A következő lépés a furatoknak a kialakítása lesz. Ezt nagyon egyszerűen tesszük meg. Lerakjuk a pontot, beméretezzük, milyen távol van. Kényszerezzük a középpontba. A hol funkcióval pedig kialakítjuk a sűjesztett furatot. Ugyanúgy tükrözzük, ne kelljen kétszer dolgoznunk. Utolsó lépésnek rádiuszt rárakjuk. 4 darabot. Azután elmentjük az alkatrészt olyan néven, ahogy nektek tetszik. És ezzel készen is vagyunk. Nem is volt olyan bonyolult. Remélem hasznos volt a videó számotokra. Hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, és hogyha kérdésetek van, írjatok kommentet. Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments and a white 3 on my body. I'm an icon, man. And my girl, a blah blah blah. I should fuck her in the best.